Na, kedves hallgatóság, akkor csapjunk a lovak közé. Tejútrendszer felfedezése a sztoritól a modern képig. Ugye nyilván vallan ez a tejútrendszerről fog szólni, micsoda meglepetés. Maga a sztori az ugye onnan indul, ami innen nagyon rosszul látszik, ez majd a fölvételen lesz megfigyelhető. Remélem tényleg megy, azt hiszem, hogy azt nyomtam, hogy Rizium Recording, ha nem, akkor majd elmondom még egyszer otthon. Nyilván ja, nem fogom. Tehát a lényeg az, hogy egy nyári égbolt alkonyulatánál, ahol nem világít a teli hold, föltűnik az embernek bárhol a sötét égen átírelő fénylő derengés. Én remélem, hogy mindenki látta már itt a hallgatóság közül a tejutat, ami nyáron azért nagyon föltűnő. Ilyenkor szoktam azért elmondani azt, hogy nekem volt olyan negyedéves csillagász hallgat, nem, bocsánat, egy ötödéves csillagász hallgatom, diplomázás előtt ugye, három hónappal, vagy két hónappal, májusban, vagy oda jött hozzám, hogy Laci a múlt hét végén olyan szép derült volt otthon az ég. Valami pöszmétét láttam az égen. Mi lehetett az? És aztán rájöttünk egy kis diszkuszió után, hogy a tejutat látta. Végül is még diplomázás előtt két hónappal rájött, hogy a tejutat látta. Ez végül is mondhatjuk úgy, hogy mutató föltevés. Ugye a régiek is ismerték már tejutat, hiszen ha bárki elmegy egy vidéki, sötét, holdmentes nyári éjszakán, az első, ami ordít a részek szomszéd után, az az égbolton átívelő tejút sáv. Ugye a görögök Kiklos Galaxias néven ismerték, ugye Galaxias ott van görögbetűkkel, ugye latinul via lactea, tejút, mindenképpen valamiféle hát mitológiai történetek vannak, kifröccsenő, anyatájrű, meg mindenféle kevésbé politikai korrekt történetekről, hogy hogy, hogy került az oda. Ugye Csaba királyfinak a lo, lo, lovas patkója, amik csillognak az égen, tök mindegy. Ugye angolul a Galaxy, vagy Galaxy, kis nagygé, vagy Milky Way, mint a csokoládé, ugyanarra vonatkozik, 2000 vagy 3000 éve változatlan valami tejhez kötődő dolog. Ugye szakirodalomban azért vegyük azt, vagy egyezzük azt meg, hogy a Galaxy és a Galaxy kis G, nagy g között van különbség. Ha nagy g érjük, akkor egyértelműen a mi rendszerünkről beszélünk. kisgével pedig hát bármelyik tetszőleges csillagvárosról. Ugye a modern sztori az 1610-ben kezdődött, amikor Galileo, Galileo Galilei az ég felé fordította a távsövét, felfedezte a Jupiter holdjait, észrevette a Vénusznak a fázisait, meg azt is észrevette, hogy a tejútnak az a halvány pöszmétéje, az csillagokra bomlik. És akkor rájött arra, hogy a tejút az valójában távoli csillagok összeolvadó fényéből áll. Fizikai magyarázatot természetesen nem tudott adni hozzá. 1750-140 évvel később egy Thomas Wright nevű angol filozófus, An the Original Theory or New Hypothesis of the Universe című könyvében leírta azt, hogy szerinte a csillagok a teret nem töltik ki egyenletesen, hanem egy ilyen lapos korongszerű szerű valamiben oszlanak el. És ez az univerzum. Nature and, so, and solving by mathematical principles, the general phenomenon of the visible creation, and particularly the via lactea. Ez mind a címe volt a könyvnek, tehát a lényeg az, hogy ezt nem nagyon sokan szerették olvasni, mert filozófus volt és filozófusként fogalmazott. Immanuel Kant is filozófus volt, de ő matematikusan fogalmazott, és inkább az ő elmélete terjedt el 1755-ben, öt évvel később, a Natur Geschichteon teóri, des Himmels, tehát általános természettudomány és az egek elmélete, amikor leírja azt egy épeszű paraszti aggyal is fölfogható nyelven, hogy a csillagok nem egyenletesen töltik ki teret, hanem egy lapos korom, mint egy malomkerék, ha még láttatok vala az életben. Malomkereket én éreztem, voltam már búzaszem nagyon sok malomkerék között, de valójában még én sem láttam igazából malomkereket. G Gumikerékre is lehet más, autókerékre is lehetne hasonlatként mondjuk élni, vagy ilyen ilyen. Kérdés kezdettől fogva a stori ennek az egésznek az arról szól, hogy oké, okay, hogy így, így töltik ki a csillagok a teret, de mekkora ez a rendszer? Mekkora a tejútrendszer? rendszer? Mi hol vagyunk benne? És a probléma ezzel az, hogy benne vagyunk. Ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Ugye lehetünk akár egy 8000 négyzetkilométeres alaszkai őserdőbe, vagy hát ősfás erdőbe meg lehetünk egy négy hektáros, sűrűn benőtt kis kertecskébe, hogyha az fáktól nem látjuk a szélét, akkor nem tudjuk, hogy mekkora az a rendszer, amiben, hát úgymond benne vagyunk, nem látunk ki belőle. És kezdettől fogva ez volt a probléma a tejútrendszer valódi felfedezésénél, vagy a valódi megértésénél. William Herschel volt az első, aki tényleg tette egy tudományos igényű megközelítést arról, vagy azzal kapcsolatban, hogy mekkora a tejútrendszer. Tehát ez a kérdés, mekkora a tejútrendszer. Ugye Herschel nevét szeretjük emlegetni, nem csak azért, mert ugye augusztusban Herschel koncerteket szoktunk a csillagra kertjébe tartani, hanem mert ugye ő fedezte fel az Uranus bolygót, ő fedezte fel az infravörös sugárzást, Ugye a nap színképét fölbontotta, és aztán a hőmérőt végigdugdosta, én nem tudom, mi járt a fejébe, hogy ezt csinálta, de ezt csinálta, és aztán a vörösen túl tette a, a hőmérőt, és tovább is emelkedett a higanynak a szála, tehát ott van valami sugárzás, ami nem látszik, de van hője. Ugye ezt is ugye ő fedezte föl, miként ugye a hőre lassuló járművet, ez a lovaskocsi is. A kettős csillagokat és a fizikai kettősöket is ő fedezte föl, halványködök ezreit vette észre korának legnagyobb tárcsait használva, és itt ennél a sztorinál, ha még nem hinnénk el, hogy William Herschel nagy csillagász volt, megalkotta a csillagszámlálás technikáját, és megalkotta a sztellás statisztikát. És itt a tudomány történeti az egésznek a jelentősége, de én ezt mindig el szoktam itt mondani a Befcsillen, hogy én hiszek abban, hogy az jó, ha látjuk, hogy a régiek hogyan gondolkoztak, nem vagyunk mi annyival modernebbek, mint azt esetleg okos telefon gondolnánk az autóbuszon. Ugye Hersennek három föltevése volt, azt mondja, hogy a csillagok térbeli sűrűsége állandó azért látunk bizonyos irányokba, mert ott már nincsenek. Tehát magyarul van egy rendszer, amit nagyjából egyáltalán töltenek ki a csillagok térben. A csillagokról azt tételezte fő jobb híján, hogy az abszolút fényességük állandó. Hát mit tudott ő arról, hogy vannak óriások és törpék? Azt mondta, mindegyik csillag olyan, mint a nap. Ha valami halvány, az azért halvány, mert messze van. És azt is föltételezte, hogy a távcsöveivel ellát a rendszer széléig. Tehát ha bizonyos irányokba már nem lát csillagot valamilyen fényességű a akkor az azért van, mert ott már nincsen csillag, tehát ellát a rendszer szégyen. Ma már tudjuk, hogy ezek közül egyik egy se igaz, előföltevés, de a tudományos módszer az végül is egy belső, koherens gondolatmenet révén egy konzisztens eredményre vezette őt. Ugye ezért 784-85-ben uránusz fölfedezését már fél évtizedben nagyjából meghaladta, nem volt jobb dolga, mint 683 és 400, összesen 1083 mezőben, tehát látó mező, távcső, vegyen negyed teli, hogy mezőbe, megszámolt, hogy hány csillagot lát, és mindegyikhez hozzárendelt egy látszólagos fényességet. Ez itt 8 magnitudó, ez itt 9, ez itt 10 és fél. Itt már nem látok semmit. És nem csak azt vegyezte föl, hogy mi, milyen fényes, hanem hogy hány darab van. Tehát 1100 különböző irányba, ezt ugye manapság úgy csináljuk, ilyen pencil beam survey-t tehát egy ilyen, mint a, 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 cérna, hogy így beleszúr egy ilyen irány mentén, és megnéz, hogy ott mi történik. Na nézzük meg azt, modern terminológiával, vagy hersel gondolatmenet, ez mit is jelent valójában. Ugye jelöljük a nagy DRLB-vel a csillagok térbeli sűrűségét, ami függ az R távolság az észlelőtől, L, B pedig galaktikus szélesség és hosszúság a galaktikus koordinátorendszerben. Ugye emlékeztették rá, hogy a galaktikus koordinátorendszer az egy olyan, hogy a galaxis fősíkja. Az alapsík a galaxis magjának az iránya, az alapirány, és akkor van ugye galaktikus szélesség, a galaxis fősíkjától való távolság, szögtávolság, meg van a galaktikus hosszúság, ami a galaxis központjától, az irányától való eltérülést jelent észleljünk nagy omegával jelölt steradián, azaz térszögnyű ég területet. Ugye, aki térszöggel nem kell és fekszik minden nap, annak számára, vagy azok számára emlékeztető, hogy 4 pi, az a 4 pi az a teljes éggömb mindkét irányba, és egy steradián az 3283 négyzetfok, nem kell tudni én sem tudom, én is innen olvasom. És akkor azt mondjuk, hogy belenézünk a távcsővel egy omega-szeradiába, hiszen a egy belenézünk egy térszögbe, Csak azt mondjuk, hogy az R távolságban egy A felületet, és az A felületnél egy DR vastagságú ilyen térfogat elemet nézünk, hogy abba hány darab csillag van. Ugye azt mondjuk, hogy az A felület, az, az omega steradián a térszög, a nyílásszöge, szorozva az R négyzettel, ugye így kapunk felületet, már csak mértékegység szempontjából is, tehát ez az A felület, az omegászor R négyzet. A DV térfogat elem, az az R és az R plusz DR, DR távolság közötti térfogat elem, az a DV-vel jelölt, Mennyiség, ami nem más, mint a felületszer ennek a kis hengerkének a magassága, az, ami DR, tehát omegászor R négyzetszer DR. Ugye az NR, az az R távolságban lévő, vagy R és R plusz DR távolság között lévő csillagok száma, az nem más, mint ez a sűrűség szer a térfogat. Ugye magyarul szépen a D az egy konstans, a térfogat pedig omega szer R nézet szer DR, tehát omega DR nézet DR, ez a csillagok száma az R és R plusz DR távolság között. R távolságig az összes csillag száma ebbe a kúpba, amivel belenézünk, az a nagy NR-rel jelölt mennyiség, amit egy siva a kapunk, ugye NR az integrál nullától erig, kis NR DR, omega D azok a konstansok, integrál nullától erig R négyzet DR, kijön egy elemi tankönyvi példa, hogy egy harad omega szor D szer R köb, az R távolságig össz, látható összes csillagszám ebben a térszögönből, ebben a jó kis kúbban, amivel belenézünk. Ugye Herschel azt mondta, hogy a, a távolságot fogjuk meg a látszó fényességgel. Tehát nem az nincs, nem a ideálisan berendezett univerzumban élünk, ahol minden csillag mellett ott egy kis tábla, ami mutatja, hogy ez a csillag milyen messze van, hanem a látszó fényesség kódolja a távolságot, Ugye a D távolságot a távolság modulussal lehet ugye kiszámolni, 10 kisebb mínusz nagyen plusz 5 per 5. Ugye azt mondta a föltevésében, hogy a csillagok abszolút fényessége konstans, az 5 az konstans, tehát igazából ez szépen, és a D-t pedig átérjük erre, mert miért legyen ugyanaz a betű mindig. 10 ad 0,2-ször látszó fényesség plusz egy kis K, konstans kis K Erzsébet, ide látogatott hersen levezetésébe. Ugye, ha az akkor jön, hogyha nagy M abszolút fényesség az állandó. Ugye, hogyha ezt beírjuk szépen az integrálba, amit itt az előző oldalon láttunk, majd ezt lelogarítva, akkor kijön az, hogy a M látszó magnitudóig látható összes csillag száma, az a nagy N a kis M függvényében, annak a logaritmusa az nem más, mint 0,6 M látszó fényesség, plusz egy nagy K konstans, mert nem érdekelnek ez a konstansok amivel azt következik, hogy ha ez a konstans egy abszolút fényességtől, amit ugye konstansnak léteztünk fel, a D sűrűségtől, meg az omega térszektől függ, ez a nagy K, Ebből például kijön az, hogy az M és az M plusz egy magnitudó között a csillagszám növekedés, az 10 0,6, az nagyjából négyszeres, négyszeres szorzódás. És akkor her négyszer több van, mint a egy magnitudó, vagy kettő magnitudós csillag, mint egy mondjuk, hogy egy példaként, hogy Herschel azzal ellenőrizte a számolásának helyességét, hogy megnézte, hogy kettő magnitudós csillagból 3,4 ször több van, mint egy magnitudós csillagból, tehát jó a számolás, mert 3,4, meg a négy az körülbelül az, az hasonló szám. Ezt megcsinálta 1100 látómezőre, tehát kétszer is nekifutott ennek a dolognak. Nagyon eltérő csillagszámokat kapott volt olyan terület, ahol 600 csillagot is talált. A tejútba belenézünk, 600. Ezt képzeljétek, 1784 nyarán egy ember görnyed a távcső fölött, követi az égbolt elfordulását, hogy annyira azt találni, egy, kettő, három, négy, öt, 415, 416, 417, 592, 593, 594, és közben még magnitudókat is becsül. Úgyhogy ő szemmel észlelte a fát. Tehát, tehát érezzétek már át ennek az észlelési kihívását. Hát, oké, abban a csillag mezőben, mit tegyen, az akváriusz, hogy a piszcesz, vagy a, a cetusz csillagkébe, ahol egy darab csillagot talál, hát az nem egy nagy trúváj, tehát oké, egy csillag, 12 magnitudós. De ahol 600 van, azért az kemény munka. Na lényeg, ami lényeg, hogy ez szépen végigszámolta a különböző irányokba, és megálmodta ezt a általam általában egy levágott lábú vaddisznónak képzelt tejút modellt. Hogy itt van a feje. Itt, 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 itt lenne a négy lába vaddisznónak, de nincsen. Szóval különböző irányokba kiszámolt, hogy meddig ér el a tejút. És alkotott egy ilyen ronda részeg, ami a modell, de volt, vagy mondom, szerintem levágott lábú hadiszno. aminek az adataihoz a Newton-féle principia mellékletében szereplő Sirius távolságot használta fel. Meg a Siriusnak a becsült látszó fél, mert az, az jött ki neki, hogy az átlagos csillag távolságnak nagyjából a 800-szorosa a tejútrendszernek a hossz menti átmérője, a vastagsága pedig olyan 150 szeres átlagos csillagtávolság, és hát mit tudott ő tenni? Azt mondta, hogy Newton jó számolt a principiában, a Sirius távolságára kihozott valamilyen értéket, ami nagyjából egy páros szorzóval elég igaz, közel járt az igazsághoz. Szóval a lényeg, hogy neki kijött egy olyan tejút modellje, hogy 1250 fényév hosszában, meg 235 fényév vastagságában ez a levágott lábú disznó. Na most teljesen off the scale, tehát ez teljesen hamis eredmény, de ettől függetlenül szeretem -e bemutatni, mert a tudományos gondolkodásnak egy fényesen ragyogó példája. Van, vannak valami alapföltevések, használja a matematikát, végez megfigyeléseket, ha kell, 600 csillagot megszámol egy távcső látom, Nem tudom, hogy valaha is számoltatok én már még 600 csillagot egy látomezőbe. Én rajzoltam már gömbhalmast amatőr csillagászként távcsővel, de egy időtáván én is így-így pontosztam a csillagokat. A Fene számolgatta azt a sok hülye csillagot. Tehát azért ez egy nagy észlelési kívás, és a végén kijött egy eredmény. Nem volt korrekt, vagy nem volt helyes az eredmény, de maga a gondolatmenet, az eljárás az korrekt. A következő ezen az úton a stellár statisztikán való tovább lépésbe két matematikusra volt szükség, Hugo von Zéligerre és Jakobus Cornelius Kapteinre, mind a kettő egy időben. Megint ugyanez. Érik a dolog, ugye, Hersel 1785, ezek majd 2017-ben fog, vagy, vagy 1917-ben, tehát egy ilyen nagyjából 140 évvel később fognak majd akcióba lépni, a stellár statisztikához kellett valójában egy igazi rendes csillagkatalógus. Ahogy most is, ti, és most Gája Asztrometri műhold, akkor a 19. század közepén a Bonner Durchmusterung, ezt nagyon szépen lehet ízesen, németesen, Bonner Durchmusterung, hogy egy csillagkatalógus a Bonni felmérésnek a, a teljesítménye kellett hozzá, amit Friedrich Wilhelm Argelander német csillagász kezdeményezett a 19. század közepén. Kedves európai csillagászok, az összes távcsövetekkel nézzétek a teljes eget, meg aztán déli féltek egy csillagászok is, és állítsuk össze a teljes égbolt katalógusát. És ez egy több évtizedes munka volt. Maga Konkolitege Miklós is egyébként részt vett ennek a fölmérésnek a legvégén már, a, leg, a, végső katalógus, a BD betűjelzés kapott katalógus, ugye Banner dolmusterünk, az majdnem fél millió csillagot tartalmaz. 457.848 darab csillagra pozíció és fényesség. Sima csillagkatalógus, nem, volt, nem beszélt még senki távolságra, meg ilyesmikrű, pozíció és fényesség. Na, ezeket dolgozták fel Zéli. Igazából az Éli Ger volt az, aki finomította először ezt az egészet. Itt nincsenek technikai részletek, inkább csak az alap gondolatok. Zéliger azt azzal finomította a Herschelnek a alapföltevését, hogy az összes csillag abszolút fényessége az konstans, addigra már tudtuk jól, hogy ez nem igaz. Azt mondta, hogy nem a csillagok abszolút fényessége a konstans, hanem az abszolút fényességeknek az eloszlása, amit úgy hívunk, hogy luminozitás függvény. A csillagok luminozitás függvényére tételezte föl, hogy konstans minden elemi térfogatba. Ugye ezt na, ilyen Fie-emmel szokás jelölni, ez a luminozitás függvény, néhányszor lesz még a következő órán szó luminositás függvényről. Szóval ő ezeket szépen betéve egy matematikai modellbe, félmillió csillagra végig számolta a tejutra a csillagok térbeli eloszlását. Akkor már voltak parallaxisok, tehát jobban tudott csillag-csillag átlagos távolságot is becsülni, ez ugye a 20. század első felé, első negyedéve, első hatodába, első ötödébe volt, csak megvan már, ugye 1920. Tehát képzeljétek el, akkor még ez nem volt számítógép, még mindig nem volt. Volt már mechanikus számológép, oké, okay, de azért félmillió csillagra ezt végig számolni. Már bocsánat, én nem tudom, hogy ha bárki közletek ezt megkapná a feladatnak, szerintem a menekülne a csillagászatnak még a közeléből is a lényeg az, hogy Zéliger 1920-ban publikálta ebből a Bonner Durkmusterünkből végszámolt tejútrendszer modelljét, amiből kijött az, hogy nagyjából 10 kiloparszek az átmérője a henger, a lapos korongnak, a vastagsága pedig 1,8 kiloparszek, tehát 33 ezer fényév és 6 ezer fényév. Zéliger megszívta, mint a torkos borz, mert német volt, és németül publikált, és nem értette senki, ezzel egy időben a Jakobus Cornelius Kaptej nevű holland-amerikai és amerikai, amerikai csillagász szintén végigszámolta a BD alapján a tejútrendszer modelljét, és ő angol nyelven publikálta, ezért aztán Kaptejnek a modellje terjedt el. Az kicsit más számokat hozott ki, 2,4 kiloparszekes vastagság és 18 kiloparszekes átmérő erre a lapos korongra. Kaptejn, amikor ezt végig számolta, azt mondta, hogy ez akkora nagy, ugye 18 kiló az 50 ezer fényév. Tehát ezt most így kimondom a számon, hogy 50 ezer fényév. Nem tűnik nagyon soknak, ha forintot mondnék, pláne nem tűnne nagyon soknak, de az akkor akkora elképzelhetetlen nagy távolság volt, hogy kaptejn ezt maga úgy értelmezte, hogy ez maga az univerzum. És ezért szokás erre kaptejn univerzumként hívni, mert ő azt hitte, hogy ez a világ mindenség. 1920, ez 102 évvel ezelőtt volt, nem volt ez annyira régen. Hát én nem, nem volt annyira régen. A lényeg, ami lényeg, hogy ami érdekesség, amit itt megegyeznék, hogy mind Zéliger, mind Kaptein valahova a rendszer közepébe tette a napot. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem tudtak elszakadni a figurák és figurinák az évszázadok során attól, hogy mi valami kiemelt, központi helyen lennénk. Ehhez még kellett várni tovább. Viszont a stellár statisztika elérte a korlátait ott akkor az 1920-as évek környékén, már nagyon sokkal tovább nem tudott haladni, most később, száz évvel később, ugye a Gája asztrometri műhold meg előtt a Hiparkosznak köszönhetően újra élett a stellár statisztika, de ott akkor ez itt egy zsák, onnantól kezdve nem múlt tovább, elértek a falhoz a stellár statisztikusok. A másik dolog, ami viszont megnyitotta a tejútrendszernek a méret skáláját, az a periódus fényesség relációnak a fölfedezése volt, amit egy Henrietta Sven Leavitt nevű amerikai csillagász 1907-ben vett észre, amikor azt vette észre, hogy a cefeida változó csillagok, amik ilyen periódikus, néhány napos periódussal kitáguló és összehúzódó, ő még ezt persze nem tudta, csak azt hogy periódikusan változó, változó csillagok, karakterisztikus ilyen fűrészfogszelű fénygörmével, Na, azokat tanulmányozták és észrevette azt, hogy 16 cefeide alapján a Kismagellán felhőben van egy összefüggés a látszó átlagfényesség és a változás periódusának a logaritmusa között. Ugye modern jelölésekkel az átlagos fényesség, ami ugye egy adott galaxis esetén átvihető abszolút fényességbe, hiszen tőlünk egy távolságban mindegyik, az egy ilyen egyszerű alak, hogy A plusz B szer log P. AB konstans, ugye B az a relációnak a meredeksége, az A pedig az éruspontja. Attól függ, hogy milyen messze van tőlünk a Magellán felhő. Ugye 1912-ben további Szefeidákra publikált ezt a dolgot, és itt lehet látni az eredeti felfedezést. Ugye a nagy Magellán felhő, kis Magellán felhő, két kísérő galaxisunk, amit eljött rendszerünknek, tőlünk 160 meg 180 ezer fényéves távolságban. Vészszintes tengén a, a, változás periódusának a logaritmusa, függőleges tengén pedig az átlagfényesség, és akkor szépen lehet látni hogy egyenes, párhuzamos egyenesek a két kísérő galaxisban. Egyáltalán miért létezik ez a reláció? a cefeidák azok abszolút klasszikus egészségedre, abszolút klasszikus pulzáló változások, csak ugye múlt héten volt szó a vagy a legutóbbi órán, nem tudom, ez múlt héten volt, én már olyan sűrűek ezek a heteim, de a legutóbbi órán volt szó szóval az asztroszeizmológiáról, tehát most nem akarok megint egy bevezetést tartani a csillagok rezgéseibe, de egy ilyen nagyságrendi asztrofizikai megfontolások alapján azért lehet dolgokat mondani. Ugye a matematikai inga az egy közel álló rendszer egy rezgő csillaghoz, bármilyen is hihetetlen, mert a csillagok azok nem inga alakúak, de az, hogy a visszatérítő erő egy meglengetett gyereknél, a földi gravitáció, ugyanúgy egy rezgő csillagnál, és a visszatérítő erő, az a saját súlyérreje. Szeretné összehúzni a csillagot, amit aztán különböző belső folyamatok meg szeretnék szétfújni. És ha van egy stabil vibrátor, stabil vibráló rendszer, akkor kialakul a saját rezgés. Ugye a matematikai ingának a periódus az P-vel jellemző, hogy két p négyzetgyök g. Ugye ezt mindenki tanulja mechanikából van, aki már középiskolában, van, aki csak az egyetemen, van, aki ott se. És azt mondjuk, hogy durva közelítésként a matematikai ingát egy cefeida modelljének tekintjük, akkor megfeleltethetők bizonyos mennyiségnek, bizonyos mennyiségek egymásnak. Ugye az alapgondolat az, hogy mind a kettő egy mechanikai rezgést végző rendszer, ahol a visszatérítő erő az a gravitáció. Ugye egy ingának a hosszúsága az az ellen jelölt mennyiség, az egy csillag esetében nyilván van a csillag sugara. Mekkora az inga, hát R sugarú. A felszíni gravitáció, vagy a gravitációs erő, ami visszatér, ez a felszíni gravitációs gyorsulás, gészer per R négyzettel feleltethető meg. Akkor ha azt mondjuk, hogy a, P, a, pulzációnak a P periódusa, az két P-szer az L per G helyett, ezeket beírva R köpper, Gészer M, ha bevezetjük a ró fölülvonással jelölt átlag sűrűségét a csillagnak, akkor kijön, ami nem más, mint a tömeg per térfogat, ugye m per 4 pi per 3, az három m per 4 pi r köb. Ha ezt szépen átrendezgetjük, akkor kijön az, hogy a p szer négyzetgyök ró fölülvonás, az egy q-val jelölt, nagyon szép konstans, nem mondtam, ami fri volt, ezt az egyenletet, amit egy ilyen nagyságrendi asztrofizikával le, le lehet, úgymond a matematikai ingával, való analógiák alapján vezetni, egy p-szer, négyzer, ró, az egy állandó, ezt részletesebb számítások ugyanígy igazolják. Tehát a pulzációs modellek mind kihozzák, hogy van egy ilyen pulzációs egyenlet, egy összefüggés a legvalószínűbb saját frekvenciák periódusa és a csillag átlag között. És ebben megint csak nincsen semmi meglepő, hiszen amikor halljuk, hogy ezeknek különböző anyagi összetételük van, valójában a különböző frekvenciákat halljuk, amit a különböző sűrűségű anyagok okoznak. Tehát igazából ez egy teljesen természetes dolog, és nagyon sok nagyságrenden keresztül igaz a csillagok világában is. Ez a kópulzációs állandó, ez egy jó között is állna a is, és igazából ez a periódus-sűrűség-reláció ez ad egyfajta megint csak heurisztikus magyarázatot arra, hogy miért lesz összefüggés a periódus, a pulzációs periódus és az luminozitás között. Ugye a periódus ebben a, átlagsűrűség átlag sűrűség az erre a másfeledikennel arányos, ugye egy ilyen hatványfüggé. A luminozitás az 4R nézett pi t a negyedike. A cefeidák, ezek a klasszikus fősorozattól, föl, fő, fősorozat fölött található pulzáló szuperóriás csillagnak a Hőmérséklete gyakorlatilag 6.000, 7.000 kelvin, kelvin közé esik. Most a csillagás számára 6.000 meg a 7.000 az köbben ugyanaz, 6.500 plusz minusz 500, tehát a, a cefeidák azok egy jól behatárolható, úgynevezett instabilitási sávba esnek a herschung russell diagramon, ahol a hőmérséklet az jó közelítés konstant. Ami azt jelenti, hogy a luminozitás az valójában csak az r arányos az instabilitási sába, tehát a klasszikus pulzáló csillagok között, akkor magyarul a, a, M, az, tehát a periódus az errad másfél, a luminozitás errad négyzet, akkor ebből kijön az, hogy a periódus az, ami elad alfa hatványfüggvény, és ha ezt lelogaritmáljuk, akkor az abszolút magnitudó, ami a luminozitásnak a logaritmusával arányos, az, az a logaritmus periódussal lesz arányos. Tehát az abszolút magnitudó a periódus logaritmusával lesz arányos. És akkor innentől kezdve, nem tudom, hogy ez itt van -e, nincsen, visszajövök ide. Innentől kezdve van egy módszerünk, aminek a nem tudása a vizsgán azonnali elzavarást szokott maga után vonni. A cefeid a periódus fényesség reláció egy jól kalibrálható standard módszer, ahol meg kell mérnünk, ha megvan a, kalib- tehát ha ez az egyenletünk, ez az MV, na, átlagos abszolút fényesség A plusz B szer log P, ha megvan a B meredekségünk meg megvan az A zérus pontunk, akkor van egy képletünk, most ne foglalkozunk ennek a kalibráció. Mondjuk azt, hogy Mózes lehozta a, kőtá, a 11. kőtáblán, nem tudom, hanyadik kőtáblán. Tehát ha megvan ez a képletünk, akkor innentől kezdve cefeidákra meg kell mérni a fényváltozásukat. Abból meg kell mérni a periódusukat. A periódusból kiszámoljuk a logaritmus, azt bedobjuk a képletbe az átlagos látszó fényességet is meg kell mérni, mert a képlet az az átlagos abszolút fényességet adja ki. Ha a fénygörbéből megmérjük az átlagos látszó fényességet, meg a képletből megvan az átlagos abszolút fényesség, akkor a távolság képletéből megvan a távolság. Tehát a cefeidák távolságánál kell a pulzációs periódus, meg kell a képlet, a szent képlet, nagy esz, nagy ká, meg a csillag átlagos látszófényessége is. Ezt nem szokták. Aki nem érted PR relációnak a az itt szokott elbukni. Nem ért, egy, de basszus, kell a látszófényesség átlagos, anélkül nincsen távolságban. Na a lényeg, ami lényeg, hogy a sztori részt mindjárt befejezve most már, ugye Hersprung, a Hersprung diagramnak a Hersprung 1912-ben a zérus pontot meghatározta egy módszerrel, akit nagyon érdekel része statisztikus paralaxissal, azt meghatározza, hogy a 6,6 ,6 napos periódusú cefeidákra az abszolút fényesség az mínusz 2,3 magnitudó. Tehát, hogyha megvan egy periódusra az M, akkor a Magellán megvan a meredekség, a B, kompo B konstans a, relációban. egy ilyen kalibrációval közeli cefeidák alapján pedig meg lehet a zéruspont is. És akkor megvan az A is, megvan a B is. Be lehet dobálni a periódusokat a képletbe. 13 Ceféde alapján ő ezt, ezt leközölte, ma már tudjuk, és a következő órán fogjuk megérteni ennek, mi volt a jelentőség, ez egy pontatlan kalibráció volt, de ezt használta egy faszi, már bocsánat, egy figura, azt majd kivágom, ezt használta egy figura, Harlow Shepley, aki a 20. század egyik nagy megfigyelő csillagásza volt, aki ugye csak azért lett csillagász, mert amikor a Missouri Egyetemre jelentkezett, elkezdte nézni a szaklistát, első helyen szerepelt archaeology, azt mondta, hogy ezt még kiállítani se tudja, következő pontban jött az, hogy azt hogy na jó, akkor legyen azt mondom, amit tanulok, tehát így lett csillagász. Tehát ő ezt a pl relációt, a cefeidákra alapuló periódus fényesség relációt, periódus luminozitást, tehát PR relációt, ezt alkalmazta a tejút rendszer skálájának meghatározására, és a kulcsobjektumok ehhez a sepli féle vizsgálathoz a gömbhalmazok voltak. Ez a szép színes kép, ez a Messier katalógus. Sár Messier, kinek keze Messier, francia csillagász volt, aki a 18. század végén összeállított a ködös objektumoknak a listáját, és hát itt lehet látni egy csomó ilyet, hogy ilyen kis ilyen, ilyen csillagkombócok, gömböcek, ugye ezek a gömbhalmaznak nevezett hát objektumok. Ugye kétféle csillaghalmazt különböztetünk meg itt a tejútrendszerben, vannak a nyílt halmazok és vannak a gömbhalmazok. A nyílt halmazokra jó példa a fiastyuk, azok fiatal, gyengén kötött csoportosulások, tipikusan több száz halmaztaggal, és tényleg fiatal, millió, maximum egy-két milliárd évesek, inkább csak millió évesek. A gömbhalmazok ezzel szemben ténylegesen a tejútrendszer legidősebb építőkockája, ugye a koruk az nagyjából 10 milliárd év, és lényegében csillagtemetők, te mert ugye a legtöbb csillag már rég elfejlődött fehér törpévé, neutron csillagá, vagy fekete lyukká. Vannak még benne normál csillagok is, fősorzatérk is, meg varasóriás is, de idős objektumok. Na, Sepli a gömbhalmazokat használta, és megint csak, mint herselnél az előbb, az eredmény úgy, úgy, ahogy jó, de érdemes, érdekesnek találom mindmáig végigmenni a gondolatmenetén, hogy hogy épített fel egy távolság létrát, amiből kijött a hitelme szerint a 20. század első mondjuk felének az egyik legnagyobb fölfedezése. 1917-ben 69 gömbhalmaz távolságot határoztam meg. 5 lépésbe vagy 6-ba ment végig. Három gömbhalmaz, az, az a centauri M3 és M5 jelzésű gömbhalmazokban vannak cefeidák. Aki ismeri a cefeidákat, az tudja, hogy ez hülyeség, mert azok fiatal csillog de ő még nem tudta. Vannak cefeid a fénygörbéket mutató változó csillagok, ezekre használta a Hershmunk féle kalibrációt. Tehát vannak benne cefeid a három gömbhalmazba, van PR reláció, megmérjük a periódus látszófényeséget, kijön a három gömbhalmaznak a távolság. Ezek után a három gömbhalmazban nem csak cefeidák vannak, amik ugye néhány napos periódusú csillagok, hanem vannak bennük rr típusú változó csillagok is, amik félnapos periódusokkal, ilyen nagyon jellegzetes, ilyen háromszeg alakú fénygörbéket mutatva változnak. Ezeknek az a tulajdonsága, hogy egy gömbhalmazon belül az rr Liré csillagoknak a látszó fényessége az konstans. Ugye, ma már értjük, ennek az az ok, hogy ők a horizontális ághoz tartoznak, magbéli hélium égető csillagok, abszolút konstans fényességűek. Na, ha van három gömbhalmaz, cefeid a PR relációs távolság, akkor bennük levő RR lírék is bekalibráltó, kijön az, hogy mennyi az ő abszolút fényesség. Ugye itt van három gömbhalmaz, itt van négy másik gömbhalmaz, akkor már van hét gömbhalmaz. Ezek után azt mondta, hogy a 30 legfényesebb csillag átlagos abszolút fényességét tekintsük távolságindikátornak. Tehát vannak, voltak olyan gömbhalmazok neki, a mintájába, amiben nem ismert elerléréket, de látta. Látott bennük legalább 30 fényes csillagot. Azt mondta, hogy ötöt vonjunk le, mert azok az előtérhez tartoznak, a 25 legfényesebb csillag átlag fényessége volt neki a távolság indikátor. Ezzel hozzá tudott adni még további 21 gömbhal. Ezek után voltak még olyan gömbhalm mert szerencsétlen a fotografikus lemezeken még 30 darab csillagot se látott, de látszott rajta a képeken, ez az azok gömbhalmazok. Onnantól kezdve azt mondta, hogy tehát 3, meg 4, meg 21, az 28 darab gömbhalmazra kiszámítható a valódi fizikai átmérő, ha látjuk, hogy tudjuk, hogy milyen messze van, és mekkora az égen, hány évperc átmérői. Ebből kijön azt, hogy itt egy száz fény év, most mondtam valamit, és azt mondja, azt, az volt a gondolatmenetnek a következő lépés, hogy legyen ez egy standard méter rúd száz fényév egy gömbhalmaz, akkor innentől kezdve azoknak a gömbhalmazoknak is megbecsüljük a távolságát, mert nincsen 30 csillag, de látjuk, hogy mekkora szögben, szögi évpercben. És ezek után még további 40 egy gömbhalmaz hozzá tudott tenni. Így jutott el egy olyan eloszláshoz az égen, hogy kiderült az, hogy a tipikus gömbhalmaz távolság, az simán lehet 15 kiló parszeg, 50 ezer fényév, vagy még nagyobb. Tehát messzebb vannak ezek a nyomorult gömbhalmazok, mint az egész kaptai univerzumnak az átmérője. Ráadásul azt is észlevette, hogy, hogy, nagyon kis helyen látszik az égen, és ő azt posztulált, ez egy posztulátum volt, tehát előírta, föltette, hogy valójában a gömbhalmazok azok gömbszimmetrikusan oszlanak el a tejútrendszer magja körül, mert a gömbhalmazoknak a 40% az egész égnek alig 3%-át kitevő égtöletre esik. Ezek után az volt a megoldása, hogy ez a posztulátum, hogy a nap az akkor hozható összhangba ezzel a tejútrendszer modellel, ha nem a közepén vagyunk. Ugye Seppli 1917-ben, vagy 1920-ban, 17-ben kezdte a vizsgálatot, és aztán 20-ig jutott el a tejút modelléig, fölismerte azt, hogy a nap nincs a tejútrendszer közepén, hanem egy teljesen közösséges törpecsillag, amiből 12 milliárd a 12 milliárd tucat, vagy előtte, hogy van? 12 milliárd a tize, az 1 milliárd tucat, tehát teljesen átlagos törpecsillag, valahol a nap a tejútrendszerünk közepétől távol, ugye kihozott egy 15 kiloparszekes távolságot a tejútrendszer magjától, és az egész rendszernek az átmérőt közel 100 kilóban, 90 kiloparszekre tette. tehát 300 ezer fényév átmérő tejútrendszert hozott kisepli aminél közel 50 ezer fényévre vagyunk a galaxisunk, tejútrendszerünk magjától. Egyrészt ő is még egy kettes skálával elnyomta a dolgokat, tehát ezek a számok még nem korrektek, de már azért egy nagy lépés volt a valóság felé, de itt szerintem az a fontosabb fölismerés, hogy a nap nincs a tejútrendszer közepén. Mert ez valójában, ezt szok, el szoktam mondani, és bár azt mondtam, hogy gyorsan pörgettem, és nem fogok nagyon sokat magyarázkodni, de valójában ez a fölismerés, ez beleillik egy 400 éves trendbe, amit én úgy szoktam hívni, hogy a geocentrikus világkép trónfosztása. Mert ugye először volt a geocentrikus világkép, a Föld van mindennek a közepén, és minden körülöttem egy oké, okay, jött a heliocentrikus világkép, nem, a nap van középen, és körülötte van a Föld, meg a bolygók, meg a mindenség. És onnantól kezdve, 1600-as évek elejétől oda ment át a geocentrikus gondolkodás, hogy oké, okay, de a mi napunk az biztos különleges. És ő van a rendszer közepén. És Seppli volt az, aki megmutatta, hogy nem, gyermekeim az urban, nem vagyunk középen. És még száz évnek el kellett telnie hogy oké, okay, a nap abban semmi különleges nincs, de csak nekünk vannak bolygóink, nem, 1990 ben tudjuk, hogy nem csak nekünk vannak bolygóink, de oké, okay, csak nekünk van földszerű bolygónk, 2010-es évekig kellett várni, hogy nem, 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 máshol is vannak földszerű bolygók, akár milliárd szám, de, és akkor most itt tart a geocentrikus világkép, csak a Földön van élet. Hát majd meglátjuk, maradjunk ennyiben. Tehát Szeplinek ez a felfedezése szerintem fontos. A számoknak a helyre tételéhez nem Donald Trumpra volt szükség, hanem Robert Trümplerre, Mindig összek, minden ében koncentrálom, hogy ne keverem össze a kettőt. Trümpler egy svájci-amerikai csillagász volt, aki a csillagközi térbeli fényelnyelést fedezte föl. 80 egy nyílt halmaz, ugye? A csillaghalmazok ezek ebbe a tejútrendszer felfedezésében fontos szerepet játszottak mit csinált? Távolságokat határozott meg. Ezért nem lepődünk meg egy csillagászati távolság mérésről szóló kurzuson. Két módszerrel vizsgálta a nyílt halmazok távolságát, standard méter tekintve őket, a nyílt halmazok mérete közel azonos, ugye ez a standard méter koncepció. A második módszer pedig a fősorozat illesztés volt. A fősorozat illesztés egy darab szlájdon van róla, az arról szól, hogy a legközelebbi nyílt halmaz a hiádok. A bika fejében, vagy bika fejénél látszó nyílt halmaz, az 46 parszekes távolságában lehetővé tette már a 20. század első felébe is, hogy paralaxison, geometriai távolság mérésen alapuló szín abszolút fényesség diagramot lehessen megszerkeszteni ugye a hershung diagramról beszélek, aminek a fő sorozata a hidrogén fúziós, csil hidrogén fúzió csillagoknak a, a, sávja, ugye itt a nagy tömegű, itt vannak a kis tömegű csillagok, ugye a fő sorozat illesztése egy másik halmazra azt jelenti, hogy egy távolabbi nyílt halmazra egyedi csillagokra megmérjük a színeket, a színindexeket, és a látszófényességeket, ugyanúgy kirajzolódik a fősorozat, van együnk, amire be van kalibrálva mondjuk a B-V színindex szűvényében a V-sávbeli abszolút fényesség. Ugye ez itt a kalibrált, tipikusan hiádok fősorozata. És lemérjük effektíve vonalzóva, lemérjük, hogy mekkora a függőleges irányú távolság a hiádok fősorozata és egy tetszeges nyílt halmaz fősorozata között. Hiszen, ha belegondolunk, ez nem más, mint a kis, vagy a nagy V, a nagy MV látszó mínusz abszolút fényesség, ez nem más, mint a távolság a nyílt halmaznak. Mínusz 5 plusz 5 log D. Igazából a fősorozat illesztése szekekig ki lehet lépni minden más nélkül, pusztán csak fotometria segítségével. Na, Trümpler azt csinálta, megint csak koncentrálom kellett, hogy ne Trumpot mondjak, 1929 80 nyílt halmazra megbecsülte mindkét módszerrel, a távolságokat és szisztematikus eltérést talál. Na akkor, akkor jövünk rá, hogy valahol kaka van a palacsintában. Ugye példa a szisztematikus eltérésekre, a hiádok és az M103-at, ha megnézzük, a hiádok az 400 évperc átmérőjű, az M103 az a kasziopéában nagyon szép kis kompakt nyíltalmaz, 7 évperc átmérőjű. Ha standard méterrúddal operálunk, akkor mind a kettő ugyanakkor, ugyanannyi fényév átmérőjű, akkor 400 per 7 az azt jelenti, hogy az M103 57 sző messzebb van. Mert 57 sző kisebbnek látszik. Ha a hiádok 46 parszekre van, akkor az M103 az 2,6 kiló van tőle. Szuper, boldogok vagyunk, befizetünk a hétvégi kirándulásra az M103-hoz, kb. 4 millió évig utazhatunk. Ugye fősorozat illesztésből kijött a fickónak az, hogy az M103 fősorozata 10,5 magnitudóval halványabb, mint a hiádoké. A 10 ad, 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 10 ad, 10,5 per 5, az ugye pont megadja a távolság arányt, hogyha megcsináljuk a távolság modulusból kifejezve, kér azt, hogy 125-ször messzebb van a fősorozat illesztésből, mint a hiádok, az összességében 5,75 kiloparszeket hoz ki. Ugye 57-szer, vagy 125-szer, vagy másképpen szóval 2,65-8 kg parszek, ez még az ótvar csillagászati pontoság mellett sem egyeztethető össze. Tehát ez, ezek nem Bármennyire is hunyorítok, ezek nem ugyanazok a számok. És ráadásul azt vette észre Tümpler, hogy a fősorozat illesztés mindig nagyobb távolságot adott. Tehát halványabbak a ha nyílt halmazok fősorozatai, mint kellene, hogy legyenek. És a megoldás, amire rájött, hogy a, ha a csillagközi térben van fényelnyelés, Ráadásul még meg is becsülte, kiló parszekenként 7 tized magnitudó, akkor az csökkenti az égitestek fényességét. És akkor azért látszik, nem csak azért látszik valami messz, halványnak, mert messze van, hanem azért is, mert a köztünk levő csillagközi tér szórja a fényt. Ugye ez az extinct, ez valójában a fényszórás. Egy 2,6 kiló parszeknél, hogyha ezt a 0,7 magnitudó per kiló használjuk, akkor kiér azt, hogy ha 2,6 kiloparszekre van tőlünk az M103, akkor 0,7 x 2,6 az 1,8 magnitudós fénycsökkentést jelent, fénygyengítést. Akkor az modulusba ezt le kell vonni, 10,5 1,8 az 8,7. 10 8,7 per 5 az 55-ször messzebbséget jelent. Na, itt megnyugszik minden igénytelen csillagász, ha valami 57-szer vagy 55-szer van messzebb, az már ugyanaz, 56 plusz minusz egyszer. Tehát helyreállt a világegyetem rendje. És igazából rájött arra Trümpler, megint koncentrálom, hogy a távolság modulust ki kell egészíteni egy taggal, a csillagközi extinkciónak a tagjával, vagy a D képletbe rakjuk be 10 ad kisebb mínusz nagy M plusz 5, mínusz egy A lambda, vagy a távolság módusba írjuk be. Kisebb mínusz nagyem az mínusz 5 plusz 5 log D plusz egy A lambda, ahol a lambda az egy hullám hosszra vonatkoztatott fénycsökkenés, ahol tulajdonképpen a kisem és a nagyemnek is van egy hullámhossz. Tehát ezek nem ezek nem bolometrikusak, hanem valamilyen hullámos, Tehát b vagy b vagy K-sába, tetszeges fotometriai sávba. Ez az állambát, ezt úgy hívjuk, hogy teljes extinkció. És hát azt is észrevette már Trümpler nagyon korán, hogy a csillagközi, ugye a mai értelmezésünk szerint por, ami okozza ezt a fénygyengítést, nem csak halványít, hanem vörösít is. Tehát a fél, csillagközi fél, Anyagnak a hatása a teljes extinkció mellett vörösödés, amit szokás úgy is hívni, hogy szelektív extinkció, ami a teljes extinkciónak a hullámasz függéséből származik. Ennek a paraméterezésére, annyik a színindexbeli változást szokás felhasználni, az E-B-V-vel jelölt színexcesszus az azt mutatja, hogy mennyivel látszik vörösebbnek a csillagközi anyagnak a hatásától egy adat égitest, az nem más, mint az észlelt B-V színindex mínusz a nullás indexel ellátott B-V színindex, ami a vörösödés mentes színindex. És valójában van egy tapasztalati összefüggés, hogy a v sávbeli fényelnyelés, teljes extinkció és a B-V színben mutatkozó szelektív extinkciónak a hányadosa az jó közelítéssel állandó, körülbelül három. Hát ez annyira jó közelítése három, hogy vannak helyek, ahol kettő, meg van, ahol nyolc. Tehát azért ez egy nagyon, hogy mondjam, igénytelenséggel, igénytelen magabiztossággal konstants. És igazából a csillagközi por által okozott vörösödés és fényelnyelés a megfigyelő csillagászatnak az egyik legnagyobb átka. Aki ezzel elkezd foglalkozni, nagyon gyorsan rájön, hogy az összes képletünkben a bizonytalanságok őrületesen megnőnek, hogy erre is erre is elkezdünk figyelni. Főleg ez a AV egyenlő háromszor RB V, ez ugye háromszorozza a hibát mondjuk a távolságban. Mindegy, borzasztó dolog, ez most nem akarok hosszasan foglalkozni, csak ezek az alapkifejezések. A lényeg az, hogy a csillagközi por hatására egy plusz tagot hozzá kell adni a távolságmodulushoz, ami ugye korrigál a csillagközi fényelnyelésre, és bizony a színek is azok is vörösödnek a csillagközi anyagnak a hatására. Szóval ezeket már mind ismerve és figyelembe véve, Joel Stebbins 1933-ban, amikor bizonyos Hitler Adolf jutott Németországba hatalomra, ő nem azzal foglalkozott, hanem a tejútrendszernek a modelljével, és ő kiszámolta azt, hogy mi körülbelül 9 kiloparszekre vagyunk a tejútrendszer magjától, úgy, hogy a teljes rendszer azért nagyjából 30 kiloparszek átmérői. Tehát 100 ezer fényév, mi pedig egy a 30 ezer fényére vagyunk a középtől. Ez már egy mai pontossága is elfogadható tejútrendszer modell volt. 1933, ez 90 évvel ezelőtt, 89 évvel ezelőtt. Még élnek emberek, akik, már, akik még akkor születtek, amik még nem tudtuk, hogy mekkora a tejútrendszer. De a modern képre is szeretnék időt szállni, amire legalább 45 perc szükségem lesz, tehát a mai óra tovább fog egy kicsit tartani, mint szokott. Ugye a modern képnél kettő dolgot szeretnék a tejút kapcsán elmondani. Az egyik az a galaktikus archeológia kulcsszavai, a másik pedig, hogy mi van az egész rendszer közepén, a szupermasszív fekete lyukról szeretnék egy kicsit elmélkedni. És jelzem, hogyha egy kólán azt írja, hogy a lejárati dátum 2022. február 26., akkor április 12-én már tényleg ihatatlanul szénsavmentes. Tehát nagyon kimegy a, ezekből a savas szarokból. A... Édes lóhú. Na, azt mondja, a modern kép a tejút rendszernél galaktikus archeológia. Három amerikai csillagász, Eggen, Lindenbell és Sandwich. 1962-ben, 60 évvel ezelőtt publikált egy érdekes cikket, ami tulajdonképpen ennek a galaktikus archeológiának az alapcikke arról szól, hogy evidence from the motions of old stars that the galaxy collapsed. Ha elemezzük a címet, vagy lefordítjuk a címet, az idős csillagok mozgásából származó bizonyíték arra, hogy a galaxisunk egyszer valamikor nagy volt és összezuhant. Ugye ezt jelenti a kollapszus. Valójában egyik első nagy csillagfölmérést csinálták, valójában meghatározták 221 csillagra, a kémiai összetételükre jellemző színindexet, meg a radiális sebességből, saját mozgásokból származó térbeli pályáikat, és rájöttek arra, hogy a fém szegény, tehát idős csillagok tipikusan nagy excentricitású pályákon keringenek a tejútrendszerben, a fém gazdag csillagok pedig kis excentricitású közel körpályán keringenek a tejútrendszer. Még egyszer 221 darab csillagra végszámogatták a három térbeli sebességkomponest, és egy paramétert, UBV fotometriából származó paramétert pedig arra használtak föl, hogy a fémdúságot hát jellemezzék. Emlékeztetnék rá, az idős csillagok azért fémszegények, mert, amikor, mert a csillagoknak a külső összetétele annak az anyagfelhőnek az összetételét tükrözi, amiből keletkeztek. Az idős csillagoknak a csillagközi anyaga, amiből léttek, még nem volt földúsítva nehéz elemekkel. A fiatal csillagok, mint amilyen a mi napunk is a 4,5 milliárd éves korával, pedig fémgazdag, mert már legalább a második generációs csillagok közé tartozik, a korábbi generációk földúsították a csillagközi anyagot nehéz elemekkel. A lényeg az, hogy kapcsolatot találtak a kémiai összetétel és a galaxison belüli mozgás, a pályáknak az excentricitásával, illetve a tejút rendszer főségjához való elhelyezkedés között is. Ugye a, fiatal, a fémdús fiatal csillagok közel vannak a galaxis főségjához, közel körpán keringenek, a nagy, excentricitású fémszegény csillagok pedig bazi messzire is elmennek a galaxis főségjától. Tehát magyarul ők ezt úgy értelmezték, hogy valamikor a tejútrendszer egy, hatal... az is már. A tejút rendszer egy ilyen hatalmas, nagy valami gázfelhőből zuhant össze, és a kezdeti fémszegény gázfelhőbe kialakultak ezek az idős fémszegény csillagok, és ezek mindmáig így bezuhannak, visszazuhannak, bezuhannak, visszazuhannak, így mennek körbe a tejút körül. A fiatal csillag pedig ott jöttek létre a tejútrendszernek már a fősíkjában, és szépen körpályán mennek körbe. A galaxis magja körül. Ez ugye arról szól, hogy hogyan alakult ki a tejútrendszer. És a galaktikus archeológia az valójában ezzel foglalkozik. Próbáljuk meg azt ma malátható dolgokból, malátható asztrofizikai tulajdonságokból, összefüggésekből, hogy hogyan alakult ki ez a rendszer, ez a csoda szép tejútrendszer. Ennek a cikknek a utó életét meg lehet nézni a bibliográfiai adatbázisokban tegnapi nappal 1990 hivatkozásig jutott el. Lehet látni, a 60-as évek után volt egy nagy föllendülés a 70-es, 80 es években, aztán kicsit leült a dolog, aztán 2000 környékén, főleg 2000 után, hát megint visszatért a heti egy hivatkozáshoz, ugye évi 52 hivatkozás az a heti egy hivatkozás. Ez egy nagyon fontos alapműve, nem gondoljuk, hogy így történt a tejőtenzék alakulása, de a területet ez alapozta meg. Pár évvel ezelőtt két ausztrál fickó, Joss Blend Hawthorne és Kenneth Freeman írtak egy nagyon jó kis összefoglaló cikket, Near Field Cosmology, The Origin of the Galaxy and the Local Group, és igazából az előadásnak ez a része részben ezen a áttekintő cikken alapul, tehát közeli, mező, vagy közeli mező kozmológia, ugye ez a Near Field Cosmology, ez egy szinonimája a galaktikus archeológiának, közeli dolgokból próbáljuk meg kozmológiát csinálni. Ugye az utolsó adáson erről több szó lesz majd, itt tényleg csak nagyon gyorsan fölvillant az, hogy a kozmológia az arról hogy hogy jöttünk mi létre. Ennek a legnyilván legközvetlenebb jeleit a kozmikus háttérsugárzás adja, ami nem más, mint az ősrobbanásnak a vízfénye. Ugye 65-ben Penzias és Wilson eleve fölfedezi, 92-ben nagyon szépen kimérik, és 2001-ben az mert még a fluktuációkat is kiméri. Ugye a legfinomabb térkép az a plank műholdhoz köthet, erről már beszéltem hogy a sugárzásoknál, ahol ezt a térképet, amit ez a szép egész eget ábrázoló vetületben mutatja, felszokás bontani gömbfüggvények szerint egy ilyen spektrumra, egy szög spektrumra, itt a különböző csomó, csomóknak a, a, méret skáláit látjuk itt, egyfokos csomók, 0,2 fokos csomók, 1 fokos csomók, és van valamiféle spektrum. Ez egy furé spektrum, csak gömb, szerinti sorfejtésben. Na lényeg, ami lényeg, hogy mögött van egy nagyon komplex kozmológia, ez az utolsó előadásnak lesz a témája. De ennek a kozmológiának egy olyan következménye van, hogy a tejút rendszerünk kialakulását úgy képzeljük el, hogy kezdetben az ősrobbanás után egy ilyen inflációs szakaszban egy gausszos fluktuációk, kvantum fluktuációk voltak fölerősítve valódi méret skálákon föllépő csomósodásokig. Az egész elindult tágulni, ugye a Hubble tágulás beindult, és aztán bizonyos csomós, bizonyos tartományokon belül volt annyi anyag, alapvetően sötét anyag, hogy a helyi gravitáció az képes volt visszafordítani az anyagot is. Ott már ez lecsatolódott a Hubble tágulásban és a mi tejút rendszerünk a lokális csoportba is valójában le van a Hubble és itt alakultak ki mindenféle összeolvadásos galaxis építő kockák galaxisok kölcsatásaival a ma látható tejút rendszerek, a mi tejút rendszerünk is, meg a más galaxis is. Tehát itt van itt egy ilyen kvalitatív kép. És ma azt mondjuk, hogy ez a őrült mexikói szakácsnak a mi az, amiben van ilyen nyele, és akkor sütjük a tojást. Serpenyő. Ugye ez a serpe, ugye ez ami mutatja azt, hogy egy ez tojás, kis tojás, ugye ez itt a milyen tojás, a nagy madár, ami fut és nem tud repülni. Struc, köszönöm szépen. Egy struc tojás, leült egy kacsa tojás, néhol beleüt egy-két sima tyúk tojás, meg néhány galamb is. Ugye ez egy schematikus modell, amit eljut rendszerünkről. Ugye korong, belső, dudor, vékony korong, vastag korong, belső dudor, van a haló, a csillagokból álló haló, meg a sötét anyag haló. Szuper. De, amit az egésznél a lényeg, az inkább ez az ábra, ami azt mutatja meg, hogy amikor, visszané, amikor nagy, nagy, vörös, nagy vörös eltolódású világegyetemet nézünk, tehát a vörös eltolódás, az egy visszatekintési időt ad nekünk igazából ki lehet azt számolni különböző kozmológiai modellek mellett, hogy milyen visszatekintési idő az milyen vörös eltódásnak felel meg. És akkor rájövünk arra, hogy például a galaxisunknak a korongja, ami néhány milliárd éves, mondjuk 8-9 milliárd éni már ott volt a korongunk, az nagyjából ezt a tartományt, a 1-2-es vörös univerzumot reprezentálja itt helyben. A haló, amikor a galaxisunknak a legkorábbi a kialakulása az pedig nagyjából a, hát ezzel mondjuk így egy ilyen 3-5 közötti vörös átlódás. Most a univerzum túloldalán, azok pontszerűek, azokat nem tudjuk fölbontani. Amikor mi azt rekonstruáljuk, hogy hogyan alakult ki a galaxis korongja, 8 milliárd évvel ezelőtt, hogy hogyan alakult ki a halunk 11-12 milliárd évvel ezelőtt, Valójában azt csináljuk, hogyha ilyen a nagy vörös univerzumot vizsgálnánk itt a helyben. Ezért van ez a megfogalmazás, hogy near field cosmology. Tehát a kozmológia a közeli tér elemzéséből. Hát ezt az archeológusok tudnának erről mesélni. Ezen a területen a 2000-es évek nyitották meg a vizsgálatokat, amikor a digitális égbolt felmérések először hozták be annak a lehetőségét, hogy egész tejútrendszerre kiterjedő homogén adatok születtek, akár csillagok milliárdjairól. Első ilyen nagyon fontos digitális égbolt felmérés az a 2 Mass, 2 Micron All Sky Survey nevű égbolt felmérés volt. Ez a 1990-es évek végén kezdődött két helyszínről, Arizonából, Mond Hopkinsról és Szerotalról, Csilléből. Mind a kettő egy 1,3 méteres távcsövet jelentett, amire ilyen kis 250-250 pixeles JHK sávban detektáló infravörös kamerák kerültek. Egy méteres távcső, semmi különös nincsen benne. Kaptak egy infravörös kamerát éjszakon is, meg délen is, és az egész szeget föltérképezték. Na, ez 2001-ben jött ki a, a teljes katalógusa, és például, mit tudom én, a teljes égboltnak az ábrázolása Tumas pontforrások alapján, az így néz ki, hát szépen kirajzolódik a tejútrendszer fősíkja, úgyhogy a csillaghiányok, ott a csillagközi porfelhők vannak, meg még bizony a Androméda, a Magellán felhők is fölismerhetik. A Tumas az az infravörös tartományban az egész égboltra adott egy homogén csillagkatalógust, nem tudom, nagyjából egy milliárd forrásig. Kb. 1 milliárd forrásig ment le. Az infravörös, különösen a K sáv az azért jó, mert a csillagközi por átlátszik. Nagy mértékben átlátszik. Itt lehet látni három égbolt felmérést, vagy három fotót különböző hullámhoz tartalmányban. A tejút rendszer központi régiója optikaiba. Hát vannak csillagok, egy-két egy fényes csillag az előtérbe egyébként meg nem látszik szinte semmi mert a por eltakarja mögötte a csillagokat. A tejútrendszer magja irányába becslések szerint 30 magnitudó a csillagközi fénygyengítés. A 30 magnitudó az ugye ötszörös az a 100, tehát a száznak a 6 ha 10 a 10 a 12 szeres fényesség van a látható fénytartományban. A 30 magnitudó. A Tumász az a jhk sávban egy ilyen hamis színes kép. Itt már lehet látni, hogy azért itt, ahol sötét felhők vannak, ott már a csillagok vannak, vannak még azért sötét csillag, a nagyon sűrű csillagfelhők, még a nagyon sűrű porfelhők a JHK-n sem látszanak át. De például Kásávban a tejút rendszernek a magja felé nem 30 magnitudó a fénygyengítés, hanem csak három. Na most nem tudom, hogy valakinek mondja -e ez bármit is, de az iszonyatos különbség. Mert három, amit tudod, azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak a 8 szor 3, 6, 16 szor halványabbak a dolgok a csillagközi porhatása. Kássába átlátszik a por. És lehet látni, hogy ha távol infravörösben megyünk, akkor megint megszívjuk, mert ott már nem a csillagokat látjuk, hanem a pornak a saját sugárzását. Tehát a JHK sáv, a Tumas infravörös égbolt felmérésnél, az egy pont egy ilyen optimális. A porfelhők saját hősugárzását még nem látjuk, átlátunk rajtuk, és a csillagokat viszont szépen föl tudjuk deríteni. A másik ilyen digitális égbolt felmérés, ami a galaktikus archeológiát komoly tudományát tette, az a Sloan Digital Sky Survey. Ami azért ironikus, mert az SDSS néven is, is rövidített égbolt felmérés, az nem galaktikus archeológiát célzott. Ők, akik megkreálták Szalai Sándorral az élen, akik megkreálták a pénzalapokat, hogy egyáltalán ezt megépítsék, őket nem érdekelték a csillagok, nekik az csak a zaj volt. Őket a galaxisok érdekelték. Az SDSZ, az a teljes univerzum, vörös általódás térképére, azt majd a következő órán vagy utána fogom elmesélni, tehát ők a galaxisoknak a térben elosztására voltak kíváncsiak, vörös eltudás mérésekkel, de hát mit csináljunk? Hát megmértek közben még nagyjából egy millió, kb. 100 millió égi testre fényességet és színeket is. Ugye az SDSS az egy nagyon érdekes műszer, Új-Mexikóban, a Epecsi Point Observatórium, egy két és fél méteres tükrös teleszkóp, ami gyakorlatilag semmit nem csinál, csak bólogat a délvonal mentén, és hagyja, hogy a csillagok átmenjenek a látómezőbe, és szkenneli a CCD kamerán, a kiolvasás követi a csillagnak a menetét, és addig exponál, amíg átmennek az égi testek a távcső látómezejét. És igazából egy nagy égi szkenner, ami leszkennelte több év alatt, az összes csillagot, majd 20 monitoros határfényességig, képalkotás öt szűrőn keresztül, megbizony még az első körben 700 ezer spektrumot is fölvettek. Itt az eltér, ugye a Csaba István, aki a komplex rendszerek tanszéken dolgozik, ugye Szalai Sándor, Szalai Sándor együttműködéseként már ebben egy nagyon fontos szerepet játszott. Csaba Istvánnak azért van annyi hivatkozása, mert az SZDSZ nagyon komoly cikkében, mint társszerzőként megjelent. És aztán ugye a diákjaik is itt ebben részt vettek. Az SDSS a Tumult mellett a második olyan nagy, fontos adatforrás, ami lehetővé tette a galaktikus archeológiát. És akkor megint visszatérünk a színfényesség diagramhoz. Ha van 100 millió csillagról 5 színbe magnitudó, tehát fényességérték, akkor abból tud színindexeket, abból mindenféle diagramokat tudsz kreálni. És hát ugye a csillaghalmazok esetén, ugye jól ismert, ugye a fősorat illesztésnél, az előbb már meséltem, ugye vízszintes telgen hőmérséket, vagy szintek, mindegy függőleges telegen, abszolút fényesség, vagy szépen kirajzolódik a különböző korú csillagpopulációkból a halmaz diagram, vagy a színfényesség diagramokon. Ugye a gömbhalmazok esetében ugye megint csak nagyon szépen jól, az, jól beazonosítható az, hogy fősorozat, vörösóriáság, horizontáliság, ahogy a csillagok idősödnek, ugye szépen végigvonulnak a hersung russell diagramon, a színfényesség diagramon. A Tumas is, meg a Sloan is, az SDSS is, az ilyen színfényesség diagramokkal a tejútrendszer fölfedezésébe tett nagyon jelentős fölfedezéseket. Itt egy zárójeles megjegyzés csak a gömbhalmazokhoz, hogy a gömbhalmazok esetében a színfényesség diagramok ele elemzése az már nagyon régóta ismert, hogy kimutatható a többszörös populációk létezése. De egy gömbhalmazra ránézünk, és azt szokás mondani, hogy az a egy időben keletkezett nagyon sok csillag, mondjuk száz fényében belül. Valójában a Hablur-távcsővel már a 90-es évek végén ki lehetett mutatni, hogy itt a omega centaurinál, vízszintes tenger szín, függőleges látszó látszófényes, igen, ilyen másodlagos árnyék sávok is vannak, és a Hablur-távcsőnél, a ultraibolya színindexek azok érzékenyen rémely összetétele, gyakorlatilag az összes gömbhalmaznál ki lehetett mutatni egy ilyen többszörös ilyen eloszlás, többszörös felhők látszanak a színfélség diagramokon, tehát valójában a gömbhalmazoknál is vannak többszörös populációk. De ezt most látogram, igazából a sloan is, meg a thomas is nagyon fontos eredményekhez vezetett a galaktikus arholiga szempontjából a csillagáramok fölfedezése. A csillagáramok, amelyek mutathatják egy törpegalaxisnak a maradványait, egy elnyelt törpegalaxisnak a maradványait, vagy egy gömbhalmaznak az árapály párolgását. Ugye a legelső kimutatott dolog az már Palomár 5 élő gömbhalmaz, 2001-ben már kijöttek az első jelek, de igazából a Sloan adatbázis volt az, ami tisztában megmutatta, hogy micsoda csoda dolgok vannak oda, amiről 2000-ig még nem is sejtették, hogy ilyenek vannak. Ugye ja, ez itt egy nagyjából 15 20 fokos égterület a kígyó csillagképben, és föl van tüntetve az összes csillag a Sloan adatbázisban ezen a területen. És van egy olyan módszer, amit úgy hívnak, hogy ilyen match filtering, tehát egy ilyen, csak, tartsuk meg csak azokat a csillagokat ezen az égbolt képen, amelyeknek a színe és a fényessége az megegyezik egy adott célpontnak a színfényesség diagramján valamelyik ponttal. Visszajövök ide a színfényesség diagram. nem akarok a, a, mi a francokra rajzolni a táblára, mert akkor nem lesz rajta a videó, itt, inkább itt, itt, mutatom. Jó, köszi. Na, tehát van egy ilyen nagy égterület, ott van mit, száll, most mondjuk 10 millió csillag, és van mondjuk egy gömbhalmazunk, akkor annak a gömbhalmaznak szépen ki lehet rajzolni, a színfényesség diagramját. Szín és fényesség. Ezek után jelöljük ki ezt a területet, ahol magának a gömbhalmaznak a csillagai vannak, és mondjuk azt, hogy innentől kezdve tekintsük egy nagyobb égterületet, az összes olyan csillagot, ami a színfényesség diagramon ebbe a színezett mezőbe beleesik. És ha vannak a gömbhalmazból kiszakadt csillagok, akkor azok, hogy alapvetően követik a gömbhalmaznak a színfénység diagramját, csak az égen már adott esetben máshol vannak, elvándoroltak. Tehát, hogy ezt a területet kijelöljük, és nézzük egy nagyobb, tehát van a gömbhalmaznak a belső tartománya, kijelöli a gömbhalmaznak a színfényesség diagramját, és aztán azt mondjuk, hogy a nagyobb mintára, nagyobb csillagkatalógusra kijelöljük ezt a zónát, meg akár ezt a zónát is, és megnézzük, hogy azok a csillagok hol találhatók az égen. A szlón előtt ez nem volt lehetséges. Itt viszont igen, és az első ilyen nagy felfedezés a Palomár 5 gömbhalmaznál volt, hogy magában megnézzük, ez az égen ez több mint 10 fokon át, egy összefüggő csillag áramot lehetett kimutatni, amelyek a színfényesség diagramon pontosan lekövetik a Palomár 5 gömbhalmaznak a belső csillagai. Itt egyébként, ha ezen a, ezen a, csillag térképen megnézzük, valami kicsit sejthető, ott, mintha lenne valami halványzat. Tehát itt, itt erre főfelé, meg itt így erre lefelé, mintha lenne valami, és igazából, ha szűkítjük ezt a teljes mintát, csak azokra, amelyeknek ugyanaz a színfényes eloszlás, mint a palomárötre, ötre, akkor kér egy ilyen hatalmas nagy árapály farka van a gömbhalmaznak. Tehát farka, igen, is lehet még egy gömbhalmaznak is, és itt azt látjuk, egy gömbhalmaznak a külső részeiről a tejút rendszerünk árapályára képes letépni a csillagokat. Ezt hívjuk ugye árapály párolgásnak. És ilyen íveket, ilyen csillagáramokat, egy csomót lehetett találni. Ugye ezt ugyanaz, ugyanennek az adatbázisnak egy másik földolgozás, lehet látni, ez itt a 10 fok. Az egész égen, ugye teljes hossz az egy a 20 fok. Ekkora az égen. Miközben maga a gömbhalmaz, az iszonyú pocsék halvája, palomár gömbhalmaz, az eleve nincs benne se a messzé katalógus, se az NGC Ilyen típusú csillagáramoknak a létezéséről sem tudtunk a 2000-es évekig. És aztán később a Sloan adatbázisában több tucat törpegalaxist sikerült találni a tejútrendszerünk halójában, azzal a módszerrel, hogy keresték az égen egymáshoz közel lévő és a színfényesség diagramon egy homogén csillagpopulációt kirajzoló eloszlású csillagkupacokat. És akkor lehetett találni ilyen törpe galaxisokat, némelyiket már nem nagyon régóta, a Sagittarius törpét azt már nagyon régóta ismertük, de ezeknek, amit fel vannak tüntetve az egész égbolton, ezek mind olyan törpe galaxisok, amelyeket az SDSS katalógusba fedeztek föl a 2000-es évek első évtizedében. Sloan nélkül ezeknek még a létezéséről sem tudnánk, mint máig. És igazából van egy ilyen táblázat, ezekre szoktam azt mondani, ennek. egyes, aki táblázatot mutat, de hogy ilyen csillagáramok, ezek törpegalaxishoz is hozzátartozhatnak, még gömbhalmazhoz is hozzátartozhatnak. Pár hete volt egy cikk, ami a Gánya D LDR 3 ból egy gömbhalmaz, egy 46 fokos far árapályfarkat mutatott ki. És ugye ezek azért hasznosak, és azért jók, mert az, hogy hogyan rendeződnek el a csillagok ebben az árapály nyúlványban, ez valójában nagyon érzékenyen az ő mozgásuk, a benne levő csillagoknak a mozgásai érzékenyek a tejút rendszerünknek a gravitációs potenciájára. Tehát ebből ennek a modellezéséből adott esetben akár a tejútrendszer sötét anyag halójára is lehet következtetni. A tejútrendszerben a tömegeloszlásra beleértve a látható meg a nem látható tömeget is. Még egyszer, galaktikus arhelőg az erről szól, hogyan alakultak ki, hogyan a, 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 maga a tejútrendszerünk, hogyan nyeltük el a törpegalaxisainkat, vannak-e még törpegalaxisok ami tejútrendszerünket közvetlenül környező, övező övezet tartományban, és magukkal a gömbhalmazokkal mit tudunk csinálni, mik ezek a gömbhalmazok. És hát ezek tulajdonképpen a digitális égbolt felmérés, homogén szín, fényesség adatai nélkül soha bizonyos életben nem fedeztük volna föl. Ez egy túlmászon alapuló adat, soha, ha itt a szagitárius áramlás az látszik, de aztán vannak még mindenféle egyéb áramok itt a galaktikus halóban. ezeket általában vagy a a és deklináció, vagy a galaktikus koordináták függvényében szokás ábrázolni. Ugye a galaktikus archeológiának egy utolsó, ezt nagyon gyorsan, vagy nagyon röviden fogom csak elmondani, hogy a kémiai elemzése is egy érdekes dolog, és ez is a 2000-es évek, sőt azt mondom, a 2010-es évek gyermeke, sőt, lassan azt mondom, hogy a 2020-as éveknek a, a gyermeke, mert hogy a, 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 a csillagászoknak a, a Periódusos rendszere nagyon egyszerű. Hidrogén, hélium, fémek. Ez a csillagászok. A nukleáris asztrofizikusok periódusos rendszerében ott van minden. De a nukleáris asztrofizikusok, a nukleáris asztrofizikusok periódusos rendszerébe azért meg tudják azt mondani az okosok, hogy milyen elemeket, milyen asztrofizikai folyamatok termeltek le. Ugye a citromsárga az az összehozó kettős neutron csillagok által letermelt, mindenféle R, R folyamat eleme. Na, robbanó, nagy tömegű csillagok, robbanó, fehér törték, maga az ősrobbanás, kozmikus sugarak fissziója, vagy meghaló kis tömegű csillagok. Tehát itt van minden, mint a búcsúban. Az egyedi kémiai elem gyakoriságok, csillagok nagy mintáira az a következő nagy irány, ami szerintem ebben az évtizedben fogja elhozni az igazi gyümölcseit, amikor már kémiai nyomjelzéssel tudjuk beazonosítani a egymáshoz semmilyen más módon már nem tartozó csillagokat, mint azonos eredetűek, amelyek egykor elnyelt a galaxisokhoz tartozhat. Ugye eleve a galaxisokon belül van egy olyan fémtartalom tartalom, kor összefüggés, ami azért nagyon, nagyon durva. A mi napunk a galaxis korongjában azok fémdúsak. Ugye a vas gyakoriság egy logaritmikus skálán nulla, a napra vonatkoztató, tehát naphoz hasonló gyakoriság. És ahogy haladunk az idősebb és idősebb csillagok felé, ugye fém szegényekké, vasban szegényekké válnak a csillagok, ugye a halóban nyugodtan lehet akár mínusz kettes logaritmikus skálán a vas gyakoriság, százszor kevesebb vas, mint ami napunkban. De ez csak a vas, de lehetnek egyedi elemekre is nézni a dolgokat, Nikkel per vas nátrium per vas arányok. Én se értek ehhez a szakterülethez olyan nagyon, de az biztos, hogy ehhez az kell, hogy nagy mintákról legyen nagy fölbontású spektroszkópia. És itt nincsenek most szlájdjaim azért, hogy merre akartam férni a mai napba, de a multiobjektum spektroszkópia az, ami ebben az évezredben jelent meg, amikor egy távcsővel, egy lövéssel több száz színképet lehet készíteni. Az is egy nagyon érdekes technika, ezt most itt kihagyom, de a lényeg az, hogy a, a egyedi kémiai elem gyakorisak megmutatják azt, hogy mely csillagok származhatnak törpe, törpe, galaxisokból, melyek gömbhalmazokból, meg melyek a, tényleg a galaktikus mezőhöz tartozó csillagok, mert ezekre más-más arányok jönnek ki. A nukleáris asztrofizikusok ezek ennek a, a, a nagy tudorai, és itt, ami most tényleg a kutatásnak az élvonalába tartozik, az a tejútrendszerünknek a kémiai fejlődése. Ugye a különböző csillaggenerációk letemelik a nehéz elemeket, és akkor a különböző nehéz elemek egymáshoz viszont gyakoriságai mit mondanak nekünk arról, hogy a tejútrendszer kémiája hogyan fejlődött. És akkor az utolsó pillantás a modern kép képre, az a tejútrendszer magjába vezet. Tehát sok csillag után, már ne nézzünk sok csillagot, egy darab, egy lyukat, nézzünk egy nagy fekete lyukat. Mert ez hozzá tartozik a tejútrendszer modern képéhez. Már csak azért is hozzátartozik, mert 2020-ban, tehát két évvel ezelőtt a Nobel-díj bizottság fizikai Nobel-díjnak az egynegyed, egynegyed, tehát összesen fél részét Reinhard Genzel és André Gess két csillagásznak adta. Miért? azt mondja, hogy a mi galaxisunk magjában levő szuper nagy tömegű kompakt objektum fölfedezéséért. Tehát ez egy Nobel-díjas fölfedezés volt a 2000-es évek elején. Ugye Reinhard Genzel az egyik Nobel-díjas, ő meg is írta ezt a történetét, ezt az Archive.org preprint szerveren meg lehet találni, ez alapjára attól én is maga, én magam is össze ezt a részét az előadásnak. Ugye a fekete lyukaknak a létezését régóta ismerjük már, ugye extrém erő gravitációjú, kompakt testek a fényt is magukban zárják, és létezésükről régóta tudunk. Tipikusan a legjobb nyomjelző, hogyha beszippantják magukról az anyagot, akkor lesz egy akréciós korong. És ez, ez most vesztettem el, nem baj, ezt, ezt mindig a meges mekes driver elveszíti. Egy korong, aminek ugye itt látunk egy ilyen szimulált képét. Ugye az, hogy létezhetnek ilyen égi testek, ahol a fénysebességet meghaladhatja a szökési sebesség, azt már Laplace kiszámolta a 18. század végén, hogy nagy tömegű testekről akár a fény sem tud elszabadulni. Ha a szökési sebesség képletét kiegyenlítjük a fénysebességgel, akkor kijön egy gravitációs sugárnak is nevezhető mennyiség, ami, ha jól emlékszem, a Földünk legyen pár centi, a napunkra, meg mit tudom én, egy, egy kilométer talán valami, most már nem emlékszem, mindig elfelejt. Azt mi a Földünk az elfér a kabát zsebbe. Ugye már előtte is volt ötlet erről, ugye John Mitchell, egy filozófus polisztor, Newton fotodelmet alapján is felvetette azt, hogy egy bizonyos sűrűséget megtart, egy bizonyos méret fölött egy ugyanolyan sűrűségi objektumnál lehet az, hogy a fény nem képes elszakadni, és akkor ez egy ilyen fekete lyuknak nevezett valami. A legelsőként egyértelműen demonstrált fekete lyuk, az egy csillagtömegű fekete lyuk volt. 1973-ban, ugye ez a Cygnus X1 jelzésű röngen kettős, ahol egy óriás csillagról elszipkázott anyag jelzi azt, hogy egy nagyon kompakt, kísérő társát, egy 19 naptömegű fősorati csillagot, 75 km per szekundummal megmozgatva, hát folyamatosan perturbál néhány napos periódussal, de ő maga nem látszik. Tehát nagy tömegű, nem látszó objektum, 1973-ben ez már teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy csillagtömegű fekete lyuk, csillagfejlődési végállapot. Ugye a kettős fekete lyukak, az, hogy nem csak egy fekete lyuk kering egymás körül, hanem akár kettő is, ezeket a gravitációs hullámok révén csak ebben az év, múlt évtizedben, a 2010-es években voltunk képesek kimutatni, Ugye a LIGO kísérlet, ahol ilyen lézer interferométerek több kilométeres karokba belövik a lézernyalábot, szétbontják, visszajön interferencia kép, hátné gravitációs hullámmal interferométer karokon megváltozik a távolság, megváltozik az interferencia kép, szuper. És hát igazából hogy az összeolvadó kettős fekete lyukaknak a legelső detektálás az 2015. szeptemberében már megtörtént, Ugye általános relativitás elmélet is meg, hát megjósolja azt, hogy a gyorsuló tömegek azok gravitációs hullámokat sugároznak, pont úgy a gyorsuló töltött részecskék elektromágneses sugarakat sugároznak. Ha van kettős fekete lyuk, ami egymás körül szor nagy szoros közelségben kering, akkor folyamatosan gyorsulnak a keringés miatt a fekete lyuk, a gravitációs hullámokkal elveszítik az energiájukat, és akkor egymásra spiráloznak, blöcs, oppan az egész. Na ezt sikerült ugye a LIGO kísérletnek két tized másodperces végső egymásba spirálozás detektálnia 2015-ben, amikor a jelek egymástól 3000 kilométerre pontosan ugyanazt a e, csörp jelet, egy ilyen, és aztán összeolvadtak, mérték csak ugye egy ilyen távolságváltozás jelként, és akkor kijött az, hogy egy 29-36 nap megű fekete lyuk kettős olvadt össze, 65 naptömeg helyett csak 62 maradt, tehát három naptömeg c 4 energiát kisugároztak két tized másodperc alatt. 2015-ben ez így három nagyon fontos felfedezést is megadott, a gravitációs hullámok igenis is léteznek, léteznek kettős fekete lyukak, és valójában ezeknek az egybeolvadása a legnagyobb energiájú folyamat. Nem véletlen, hogy 2017-ben hárman is megkapták egy-kettős, negyed fölbontásban a fizikai Nobel-díjat a gravitációs hullámoknak a kimutatásáért. Ugye, ha megnézzük a citációt, for decisive contributions to the LIGO detector and the observations of gravitational waves, tehát a LIGO detektor létrehozásában tett meghatározó hozzájárulásukért, és a gravitációs hullámok hát észteléséért. Ugye ma már ennyi féleg LIGO forrás ismerünk, gravitációs hullámforrás, Kék pöttyek mutatják azt, hogy előtte, előtte, és utána mekkora tömegű fekete lyuk maradt, miután egymásba spiráloztak. Ugye két esetben van olyan, hogy neutroncsillag, neutroncsillag olvat össze, és van egy olyan is, ahol egy neutroncsillag egy fekete lyukkal olvat össze. Tehát ez ma már rutinszerű dolog. Nem rutinszerű valójában, ez a csúcs, de ez a rutinszerűnek tekinthető. Tehát csillag, tömegű fekete lyukak létezéséről, Régul. Most már mondhatjuk azt, hogy nagyon sokféle irányból megtámogatott módon tudunk. A galaxisok magjában, a szupernagy tömegű fekete lyukaknál az aktív galaxis magok azok, amelyek elárulják, hogy ott a galaxisok magjában valami van, ami hatalmas energiát képes termelni, lényegében pontszerű forrásból. Ugye a kvazárok közül az elsőként fedezett a 3C273 jelzésű kvázisztelláris rádió forrásról, Ugye a Hubble űrtávcső képe szépen mondta, hogy van egy galaxis, és a közepén egy pontszerű, nagyon nagy energiát kisugárzó forrás. Ugye ezekről nagyon régóta az a mondás, hogy nagy számban vannak, gyakorlatilag kvazárokat bárhol lehet kimutatni a nagyvörös eltudás univerzumba, és hát az állítás az az, hogy itt ezeknél az akréció, a tömegbefogás működik. És annélkül, hogy bármiféle képletekkel akarnám az agyatokat fárasztani, egy olyan megjegyzést azért tennék, hogy az akréció, a tömegbefogás, egy fekete lyuk által beszippantás, és közben a belső surlódás révén, a gravitációs helyzetenergia energia hőenergiává történő átalakítása révén, és mindez elektromágneses sugárzással történő kibocsátása révén, a legnagyobb hatékonyságú energiatermelő módszer. Ugye a fúzió, a hidrogén-hélium fúzió, már az egy százalékot sem éri el. Két hidrogénből lesz egy hélium, két kicsi legó, összedugjuk, lesz belőle hélium. Ott az energia különbség, tehát a folyamat során az össz megmozgatott energiának egy a sem szabadul fel. A uránnak a bomlása, a paks 2 még kocsikabb haté hatékonyságú. Itt a lényeget éppen letörlöm. Az akréció folyamán, Minél kompaktabb ez az objektum, ami szépen elnyeli a behulló anyagot, annál nagyobb része képes átalakulni elektromágnes sugárzásra a kezdeti mc 4 teljes összenergiától. Akár 40 százaléka. Van egy kiló tömegünk, beledobjuk egy fekete lyukba, és 40 dekányi szor c 4 energiát ki, ki tudunk szipkázni a rendszerbe. Valószínűleg meghalunk közben, de a hatékonyság, az iszonyatosan nagy. Tehát sokkal jobb, mint egy hidrogénbomba, sokkal jobb, mint egy atombomba, csak ő hozza egy fekete lyuk. Na, a lényeg, ami lényeg, tehát, ha lenne a kertégében egy fekete lyuk, akkor meg tudnánk oldani az emberiség összes energia problémáját. Jó, ugye? És hát az egy pár évvel ezelőtti eredmény, hogy egyik aktív galaxisunkban, az M87-ben, 50 millió fényévre, még a gyakorlatilag a, a, fekete lyuk árnyékát, is, ami majdnem az esemény horizont sikerült lefényképezni. Ugye Sauron gonosz szeme itt néz ránk. Ugye egy egész földre kiterjedő rádió hálózatnak az interferometriai kép, Emlékezzünk vissza az interferometriára. Ugye itt olyan rádió távcsőket közöttek össze, Pico Veletától, déli sark, havai szigetek, Kalifornia, Chile, összekötve az egész, mint egy földátmérői rádióantenna, és ebből ugye 50 mikro ív másodperc fölbontással kijött, ott, Na, ott van egy fekete mi a helyzet a mi tejútrendszerünkkel? Ha a tejútrendszer magja felé nézünk, akkor ilyen véres hányást látunk, tetszeges színkódolással. Ugye, ha sok répát ettünk, akkor narancsárga színkódolással, ha sok borsó, zöld borsó akkor zöldes színkódolással. Ugye a csillagközi térben rengeteg anyag van. Milyen messze van tőlünk a galaxis magja? Komoly forrás Wikipédia, 7,5 és 8,5 kiloparszek között. 8 kiloparszek, az egy jó szám, tehát 26 ezer fényét de még visszajövünk a véres hányáshoz, még egyszer, hogyha zöld palettát használunk, akkor zöld hányásunk lesz. Minél jobban agyítunk a tejútrendszerünk közepére, egyre jobban ráismerünk arra, hogy a rendszer közepén, ami körül már egész közel látszol, a keringenek a dolgok, van egy rádióforrás. Ezt úgy hívják, hogy SGR, ez a Sagittarius A, a rádióforrás kiterjedt, annak van egy pontforrás, Sagittarius A csillag jelzésű égiteste, ami körül látszólag minden mozog. Tehát valójában a tejút rendszernek a kinematikai központját, a Sagittarius A csillag rádióforrás itt középen nagyon szépen kijelöli. És ha erre ránagyítunk, ott a Sagittarius A csillag, ha erre ránagyítunk a központi egy fényévre, bizony, hát hogyha a röngen tartalmában nézzük, akkor is a csillagközi anyagnak a különböző hát ételmaradványokat sugalmazó színvilágú hát eloszlását látjuk, akkor bizony van a legközepén egy pontforrás. Ez a pontforrás röntgen tartományban időnként fölvillan, tehát például a Nusztár nevű műszer, az látott is egy olyat, ahol egy ilyen flert mutatott, a szagittárius átcsillag pozícián levő legbelső pontforrás. Ugye erről az összes aktív galaxis magos hát, hasonlóság már sugalta régóta, hogy az valójában egy fekete lyuk lehet, egy szupermasszív fekete lyuk. De a Nobel-díj az nem ezekért járt. Még egy megjegyzés arról, hogy gamma tartományban valójában látszanak két ilyen oldalt, ilyen, hát nem tudom, hogy mire emlékeztet ez, hát két ilyen nagy ilyen gömböcre, ezek gamma tartományban ilyen sugárzó forró gázfelhők, ami mutatják azt, hogy valamikor itt volt valami aktív dolog, amit te kidobálta a dolgokat, de ma már ezt nem látjuk. Ami miatt ez egy Nobel-díjas dolog lett, az a legbelső tartománynak a megmérés. És azért kapták ketten, mert Havajról a kek távcsővel, és Csilléből az a VLT, az Európai Déli Obszervatum VLT távcsővel is egyaránt sikerült azt kimutatni, hogy a Sagittarius A csillag pozíció körül Csillagok saját mozgásai rendezett irányeloszlást mutatnak, de ahhoz, hogy ezt ki lehessen mérni, ki kellett találni egy új észlelési technikát. Ezt hívják lézer műcsillagos adaptív optikának. Fővilágítunk egy lézerrel, 95 km magasan, egy nátrium tartó, nátrium, nátriumdús rétegbe, fölvillan egy pontszerű valami, és a földi légkörnek a, a torzító turbulenciáit látjuk a távcsővel. És a távcsövünkben van egy deformálható tükör, akkor képesek vagyunk úgy eltorzítani a lenti távcső tükörnek az alakját, hogy ezt a pontszerű dolgot tényleg pontszerűnek lássuk. Tehát az eltorzult hullámfrontot ki lehet egyenesíteni. És ha lézeres műcsillagra ezt meg tudjuk csinálni, akkor a mellette levő valódi csillagot is pontszerűnek fogjuk látni. Mindkét társaság a lézeres műcsillagos adaptív optikában nagyon sok fejlesztést tett, és pontosan azért, hogy a Sagittarius átcsillag körül a csillagokat képesek legyenek fölbontani. Ez itt a VLT-t mutatja Csilléből, ott a bazinai lézer világít fel az égnek, és akkor valójában észlelés közben a távcsőnek a egyik segédtükrét másodpercenként több százszor úgy korrigálják, hogy a 90 km-ről visszajövő nátrium fényes folt, a nátrium-dús fényes folt, az mind inkább pontszerű legyen. És ezt meg tudjuk csinálni, akkor rá lehet azt, vagy észre, tehát ki lehet hát mérni azt éveken keresztül, hogy hogyan mozognak a csillagok belül. Az ott nem szimuláció, az ott konkrét mérés, azok a fénypötcsek, ilyen adaptív optikás képekből vannak összerakva, és a legbelső, ezeket S csillagoknak hívjuk, és a lényeg az, hogy a S2 jelzés azért 16 év alatt körbe megy a Sagittarius A csillag pozíciója körül, de ott nem látszik semmi. És akkor még egyszer, lézeres műcsillagos technika, K-sávban, közel infravörösben, hogy a csillagközi porhatását ne lássuk, szépen megmutatta azt, még egyszer ezt nézzük meg, mert az olyan jó, de a csilla ott a szegíteles szárcsillag pozíció körül ott mozognak. És akkor innentől kezdve valójában nincs semmi szükségünk, nincs semmi más a szükségünk, mint Kepler 3-ra. Kepler 3. törvényre. A Kepler 3. törvény az azt mondja, hogy A köper P négyzet egyenlő gamma M1 plusz M2 ben 4 p négyzet. Tehát a pálya nagy tengeje, köb, per periódus nézet az az ösztömeg. Ha tudjuk, hogy a rendszer milyen messze van, és meg tudjuk mérni, hogy ez itt, mekkora a pálya fizikai átmérőbe, tudjuk 26 ezer fényévről, hogy egy, mit tudom, hány milli év másodperc, ez mekkorának felel meg, akkor megvan a csillag pálya mérete, 16 éve a keringési idő, ebből Kepler harmadik törvényén kívül semmi másra nincs szükség, hogy kijön, hogy itt egy 4 millió tömegű, fekete lyuk található. Kepler harmadik törvény alapján kijön nagyon szépen, és hát valójában ezért járt. Kicsit malíciózusan mondhatnám azt, hogy Kepler harmadik törvényének alkalmazásáért járt egy Nobel-díj. Na most tényleg. Nyilván nem, de hát valójában erről van szó, és hát ezek a különböző csillagok az S2 a legrövidebb periódusú, de vannak még további a kis, és van olyan, ami a központi nem látszó tömegpont körül, a legnagyobb közelítés idején, ha jól emlékszem, ilyen C per tízzel megy, tehát 20 000 km kilométer per szekundumban egy csillag. Baszott, relativisztikus az egész már. És valójában itt az S2 jelzésű csillagnál már a relativisztikus pálya precessziót is ki tudták mérni, hogy a egyik, egyik, keringés után a másik keringés már kicsit odébb megy. És a lényeg az, hogy itt ezek olyan precíz asztrometriák a lézerműcsillagos képek alapján, aminél nagyon szépen meg lehet illeszteni, és az itt a közepén bizony néha még van is valami fényforrás, tehát van valami interakció a csillagközi térből behulló ritka anyaggal, de valójában ezeknek a csillagoknak a finom mozgás elemzése ad egy Kepler 3-ból egy ösztömeget, és ad egy általános relativitás elméleti korrekciókat megillesztve egy általános relativitás elméletet igazoló mérés sorozatot ehhez kellett a 8 méteres, meg 10 méteres óriás távcső, és hát lényegében Andrea Gez a kekkel, Reinhard Genzel a VLT-vel mérte különböző műszerekkel, különböző évtizedekben, de lényeg az, hogy ha megérde 95-től kezdődően 2020-ig, nagyon szépen ki lehet ezeket mérni. És innentől kezdve nincs vita, hogy ezek a különböző színű hányások mögött a közepén levő pontforrás, az ténylegesen egy szupermasszív fekete lyuk. Ez a szupermasszív fekete lyuk, ez időnként röngenben aktív, tehát azért hullanak be anyagok. Olyat még nem láttunk, mióta vannak a modern megfigyelések, hogy széttépet volna egy csillagot. Ez egy olyan érdekes tranziens forma az árapály katasztrófa, ilyen még nem volt az elmúlt húsz évben, lehet, hogy majd lesz a jövőben, lehet, hogy volt a múltban, ez ilyen millió éves idős biztosan előfordul jelenségek, de ezekkel a mérésekkel nincs kétség afelől, hogy van egy olyan pontforrás, vagy pontszerű tömeg, ami igazából nem látszik, teljesen pontosan, lényegében Kepler plusz posztumutani korrekciókkal leírható általános lehetetlen, relativitás elméleti pályákon mozognak a csillagok, és 4 millió nap tömeg. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy a hiba a határa, azt, azt az ábrát kiszedtem, ott volt a pontosan 4, a harmadik tizedesben van a hiba. 4,2, 4,26 talán millió naptömeg. Ez egyébként a kisebbek közé tartozik. Tehát van olyan galaxis, ugye az M87, amit mutattam, az, az ilyen milliárd, azt hiszem 7 milliárd naptömegű fekete lyuk, vagy 6 milliárd naptömegű fekete lyuk, ez egy bazi nagy, ez szű kisebb a miénk. Azért, azért, hogy mondjam, egy 4 milliósra azért legyünk büszkék, azért ez a miénk. Mikutyán kölyke, a, mi a tejútrendszerünk magjába. Tehát itt ez most így azt gondolom, hogy talán ez volt az utolsó szlájdom. Akkor még egyszer megköszönöm a figyelmet, itt majd levágom a videót. Tehát jövő héten tavaszi szünet, mindenkinek jó pihenést. Két hét múlva folytatjuk a kilépést a galaxisok világába, és május harmadikán elmarad az akadémia miatt, tizedike pedig tizenharmadikán, pénteken, 13 órakor, nem 13 darab Pizzával, a csillagda egyik termében lesz majd ezek e-mailek majd menni fognak. Köszönöm szépen a figyelmet, pihenés, héten két hét múlva felik folytatás. Köszönöm szépen.